Donát Mériam a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! És abban maradtunk, hogy tegeződni fogunk, mert akinek mondjuk ez a név nem mond sokat, vagy nem ismert téged, az elmondhatjuk, hogy újságíró vagy. Nem is akármilyen újságíró, Mériam, mert egy fantasztikus újságíró, aki egyébként simán megtehetné, ezt most gyorsan azért mondjuk el, hogy New Yorkban, mit mondtál? Kolumbián a New York University-n tanultál újságírást, és amikor úgy döntöttél, hogy elköltözöl, akkor éppen a Reutersnél ENSZ riporterként dolgoztál, felhőkarcolóban, szóval ami Magyarországról a klasszikus amerikai álom beteljesülése. Igen. És ezt hagytad ott, és erről írtál egy könyvet, amiről a legjobb kritika, vagy a legfrappánsabb az az volt, hogy ez egy olyan könyv, mintha mára írta volna a Szex és New Yorkot. Szabó Zoli írt ezt a igen, sort. Igen, ezt akkor te is olvastad. Ja, hálás és vagyok érte. Hát én nagy rajongója vagyok Márai Sándornak, úgyhogy picit így nehéz elfogadnom, bár nagyon örülök neki. Szex és New York... Szex és New Yorkot is nagyon szeretem, az az igazság. Tehát egy nagyon pontos, szinte dokumentáris látlelete annak, hogy mennyire nehéz párkapcsolatot kiépíteni abban a városban. Hát de találtál egy férjet. Találtam egy férjet, bevetettem azt a módszert, amiből egyébként most már majdnem minden harmadik amerikai házasság születik, tehát online regisztráltam, és akkor megbeszéltük, hogy az egyik kisebb New Yorki parkban találkozunk, és így kezdődött ez a kapcsolat. Nem könnyű férjet találni, nem könnyű barátot találni arra felé. Nem ő volt az első, ugye, akivel így találkoztam, hogyha igen. Nem nyilatkozom. Nem csak azért, mert akkor nagy mázist vagy egyébként, hogyha megtaláltad. Ugye a felvezetésben említettük, hogy valószínűleg, hogy nagyon sokan irigyelnek, és lehet, hogy nagyon sokan nem is értik azt, hogy ezzel a kvalitással, ezzel a múlttal, ezzel a tudással mit keresel te itthon Magyarországon? Hogy a klasszikus magyar fejekben megfogalmazott New Yorki álom, az miért nem maradt New Yorkban? Miért akar valaki idejönni vissza Magyarországra? Én érdekes, mert a minap ültem egy taxiban, amit egy olyan taxisofőr vezetett, aki ilyen, tehát a New Yorki taxisofőr, csak épp magyar volt a fiú, Péli Zsoltnak hívják, imádja New Yorkot, és feltette nekem ezt a kérdést, hogy ugyanezt a kérdés szó szerint, amire azt feleltem neki, hogy hát nagyon hiányzott a családom. És erre hátra nézett, így elkerekedett a szeme, hogy az 7 év után még zavaró. Igen. Tehát, hogy az az igazság, hogy az embernek a gyökerei, legyen az a saját családja, legyen az a kultúrája, létezik, hogy annyira erős, hogy nem enged el. Ezzel lehet kísérletezni, hogy mennyi ideig bírja az ember külföldön, és valakinek nem okoz gondot akár egy egész ez egy karrier elkezdeni. Volt a te életedben, igen, ugye? Igen, nem igen, is akármilyen karrier volt a te életedben, de ezek szerint akkor te, vagy a te életedben a családnak a hiánya felülírta, nem? A karriert. Igen. Sőt, hát amikor megszületett a gyerekem, főleg ez, lehet, hogy magam miatt sose tudtam volna elindulni, tehát engem ebből az egészből ki kellett lökni, és amikor megszületett a kislányom, akkor ezt így végig gondoltam, hogy hát a nagyszüleitől nem fosztatom meg. Ez egy luxus döntés, ezt hozzáteszem, tehát hogyha itthon egzisztenciálisan bajba lettem volna, ha nem lett volna mellettem a társam, akkor bizonyára átgondolom, hogy akár vele haza lehet-e jönni. Egy interjúban ezzel kapcsolatban mondta egy nagyon érdekes mondatot, hogy ha nem végzed el a gyászmunkát, akkor boldogtalan kivándorló leszel. Ez a jó tanács azoknak, akik most szinte naponta az ember baráti körében vannak, akik ezt fontolgatják, ez a legfontosabb? Ez egy fontos tapasztalatom, ugye azért írtam ezt a könyvet, hogy kicsit át megértsem, hogy velem mi történt, mert abban a percben, hogy leírok valamit, megértem, hogy mi történt, hogy elveszítesz valami nagyon fontosat, amikor elköltözöl. És lehet, hogy ezzel nem nézel szembe, vagy annyira nem veszed komolyan, hogy egy új életet kezdtél, és a régi elveszett. Tehát ezért gondolom azt, hogy igazából nem is a honvágy az, ami a leginkább bántja az embert, hanem hát én ezt nagyon ezt úgy fogalmaztam meg, hogy halál érzés. Tehát az az élet, ahol voltál, és amiből kiléptél, az megszűnik számodra. Hát lehet skype-olni, meg kicsit így bekukkantani, hogy mi folyik ott még mindig otthon, de nem vagy ott. És ezekkel a veszteségeinkkel fontos szerintem szembenézni. Nem biztos, hogy hatalmas veszteségek, és az sem biztos, hogy nagyon nehéz velük szembenézni. Helytálló, vagy az abszolút szerinted csak a te szubjektív véleményed, hogy ez egy nem egy lelkizős, hogy is fogalmaztál, hogy robot
robotizált, vagy robotvilág? Vagy robotvilág, igen. Robotvilág, nincs lelkizés, és egyfajta robotvilág van, hogy ez New York. Hogy ez igaz-e, ez a kérdés? Hát igen, most úgy, persze, hogy mindig szubjektív. Én jártam, de 3 napot. Tehát, de valószínűleg hogy... máshoz, hogyha más életi pozitívumban is, tehát most nem szívesen mondok bármi rosszat arról a városról, amit a lennyit kaptam, attól függetlenül, hogy én nagyon nem jöttem ki vele jól, hogyha meg kell személyisítenem. Mm-hmm. De pont a robotvilága az előnye is. Tehát az, hogy az ember úgy kell föl, hogy alig várja, hogy elinduljon a nap, mert ő valami nagyot fog tenni, és nagyon, nagyon nagy fegyelemmel mész dolgozni, és tiszteled a munkád. Ez az előnye is, tehát ez kreálja azt a híres New York-i energiát, ami viszi előre a várost. Van az amerikai filmekben ez a visszatérő klisé az ebédlőasztalnál, akkor a családfő megkérdezi, hogy na, kinek gyerekeknél csúcspont, mélypont a mai napon, tudsz ilyet mondani New York-kal kapcsolatban, ami egy olyan élmény, ami felemelő volt, és egy olyan, ami nagyon a mélypont? Kezdem a pozitívummal, mint az amerikaiak. Tehát nekem a legnagyobb élmény mindig a személyes találkozás valakivel, akire valami miatt én fölnézek, mondjuk így. És az, hogy én ott a Reuters-Szíri ügynökségen belül tényleg a számomra top újságíróval ülhettem ilyen közelségben, és beszélhetek vele, bemetek az irodájába, tanácsot kérhetek, azok csúcspontok, és akkor úgy érzem, hogy ezt nem szabad elengedni, vagy amikor riportot készítettem Mohácsi Viktóriával Kanadában, és megélem azt, hogy ez a riport, ezt nagyon sokan fogják olvasni, és minden szava számít, és tényleg nagyon fontos, hogy sok szerkesztőn átmenjen, ezek csúcspontok. Ami nehéz, mélypont, talán az volt a mélypont, amikor kitettek az utcára, mármint egy albérlő, akitől albéreltem, mert ez egy New York-i sajátosság, hogy albérlőtől albérelsz lakást. Uh-huh. És egy kedd este munka után, amikor hazamentem, ott feküdt az ágyon, és bejelentette, hogy ő visszaveszi a lakást. És akkor kijött a rendőrség, és ezt próbálom a könyvbe is felfejteni valahogy ott pontosan mi történt, vagy miért mellé álltak, de mint kiderült, illegális az alalbérlet New Yorkban. Nem tehettek engem az utcára, meg volt engedve, hogy ott maradjak vele együtt. Ami nem volt olyan biztató opció, mert egyetlen szoba volt, egyetlen ágyal, úgyhogy akkor én mentem a hátizsákommal azon a novemberi estén az utcára, és akkor úgy megáll az ember a sarkon, és úgy végig gondolja, hogy kit tud felhívni. Uh-huh. Van-e valaki, akit fel tud hívni, hova megy? Ilyenkor még itthon is csak a legjobb barátokat zargatnám ilyen késői órán, úgyhogy azért mély pont volt, ezt gondolom. Bár azt mondod, hogy ugye ott ilyen robotjellegű a világ a mindennap, Magyarországra meg, amikor nagyon sokszor eljönnek külföldiek, vagy mi magyarok is azt mondjuk, hogy itt meg mindenki depressziós. Uh-huh. Ez mindenki ilyen lehajtott fejjel megy, mindenki ír így a másikra, stb., hogy most nem tudom, hogy egymás mellé lehet rakni a kettőt, hogy itt vagy most sokkal jobban érzed magad, de hogy ezeket a problémákat nyilván te is érzékeled. Persze, de itthon azért mindig a saját komfortzónádon belül vagy. Én nagyon szeretem a komfortzónámat, egyébként ez egy jó kis zóna. De pont erről jutott eszem, hogy a minap ültem manikűrösnél időnként. Ez egyébként egy újságírónak nagyon fontos, időnként lejön a manikűrös. Abszolút, meg a fodrász, abszolút. Nem a köröm miatt, csak ahogy az emberek szót váltanak, és arra jött egy hölgy, tengett-lengett a bevásárló központban, és akkor az egyik fiatal kislány, aki a körmöket csinálta, rákérdezett, hogy tudunk segíteni. Nagyon jó napot kívánok, tudok segíteni, tényleg nagyon udvariasan, és a hölgy vagy nem hallotta, vagy nem figyelt oda, vagy nem volt ott igazából, és nem válaszolt. És abban a percben, hogy elfordult, az a hihetetlen indulat, és ilyen gyűlölettel teli felháborodás, ami a kislányból kiszakadt, hogy ezt a bunkó tahót, és akkor így az ember így megdermedt, hogy hát ez valóban ilyen fontos. Tehát mi tényleg a választásoktól kezdve, az európaiak, a politikán kezdve, a szerelmi életünkig mindent olyan nagyon megélünk, olyan nagyon érzelmittasan, vagy nagyon szomorúan, vagy nagyon vidáman. Az amerikai pedig rád mosolyog, jó napot kívánok, tudok segíteni? Nem tudok. Akkor is mosolyog egyet, elfordul az a mosoly, utána persze egy másodperc alatt leherold az arcára, de nem veszi a lelkére. Hát nagyon folytatnánk még, de lejárt az időnk, de akkor a mások álmában még hosszabban ezek a történetek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen nektek. Köszönöm.